Ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Az Európai Unió helyzete sokkal súlyosabb, mint történetében bármikor. Erről beszélt Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök a Magyar Uniós Elnökség programját mutatta be az Európai Parlament plenáris ülésén. A nehézségek között említette, hogy az illegális migráció miatt széteshet a schengeni térség, az Európában és a Közel-Keleten dúló háborúk eszkalációjának veszélye fenyeget, mindeközben pedig Európa veszít a versenyképességét. A miniszterelnök úgy fogalmazott, azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak. Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak ki ránk a Közel-Keleten és Afrikában, és mindegyik konfliktus magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket ölt. Az illegális migráció és a biztonsági fenyegetések most már azzal fenyegetnek, hogy a schengeni térség szétesik. A miniszterelnök program bemutató beszéde után kezdődött a vita az Európai Parlamentben. Itt azonban már nem az uniós elnökségi program volt a fő téma. A képviselők ehelyett ugyanis bírálták Orbán Viktor békemisszióját, támadták a magyar jogállamiságot és a demokráciát. A kormányfő a vita végén közölte, sajnálja, hogy az EP pártpolitikai összecsapást csinált a találkozóból, ahelyett, hogy arról egyeztettek volna, milyen változásokra van szükség az Európai Unióban. Befejeződtek a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának Budapesten kívüli vágányfektetési munkálatai. Ez azt jelenti, hogy összesen 150 kilométernyi kétvágányú vasúti pálya épült meg eddig. A teljes beruházás jövő év végére készül el. Szijjártó Péter azt mondta, ez a vasútvonal Magyarország történetének eddigi legnagyobb kötött pályás közlekedési fejlesztése. Hatalmas gépeken helyezik le a betonelemeket Kiskörösön, ahol épül a vasúti pálya. Egy műszakban 2 kilométer hosszú sínt fektetnek le. A számítógép által vezérelt eszközök gyorsak és precízek. Magát a vasúti betonaljakat rakja le az előkészített ajzatra, és a két sínszálat hajtja be rá a betonaljra. Tehát a gép eleje még lánctalpon megy, a közepe az már a elkészült vasúti pályán halad. 3 gépóriást rendelte a V-híd ZRT, ezekből a 2 már megérkezett. A V-híd csoport évek óta fejleszti a gépparkját, amelynek értéke ma már meghaladja a 100 millió eurót, közölte Mészáros Lőrinc, a Mészáros csoport tulajdonosa. De a célunk az, hogy kiszolgáljuk Magyarországot, kiszolgáljuk ezt a csodálatos hazát, és építsünk nagyon szép vasúti hálózatokat. Hiszen az elmúlt 8 évben több mint 800 kilométer vasúti hálózatot épített a V-híd csoport. Ez nagyon nagy teljesítmény, megelőzve a vetélytársakat. Persze célunk a külföldi terjeszkedés. A veszélyek korában a kelet és a nyugat együttműködése hatalmas lehetősége hazánknak, és ezt erősíti a Budapest-Belgrád vasútvonal, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez komoly hasznot hoz Magyarországnak. Ez Magyarország történetének valaha volt legnagyobb és legösszetettebb kötött pályás közlekedési fejlesztése. A Budapest-Belgrád vasútvonal új magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházást jelent. És ma ez a beruházás az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez érkezik. A mai napon ugyanis az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli vonal nyílt vonali vágányépítési munkálatai befejeződnek. A harmadik gép 2025 közepén érkezik, és Európa legmodernebb vágányépítő és átépítő berendezése lesz. Az új gépeknek is köszönhetően a jövő év végére teljesen elkészülhet a Budapest-Belgrád vasútvonal. 3 magyar egyetem is jelentőset lépett előre egy jelentős nemzetközi ranglistán. A kulturális és innovációs miniszter az M1-en arról beszélt, a versenyképességi fordulat megtörtént a magyar felsőoktatásban. Hankó Balázs hangsúlyozta, a magyar felsőoktatás sikere egyebek közt annak köszönhető, hogy teljesítményfinanszírozás van. A tárcavezető hangsúlyozta, Európa versenyképességi kátyúba szorult, ahonnan ki kellene rángatni.
megújult a felsőoktatás, úgynevezett teljesítményfinanszírozás van, minden második forint valamilyen a diákoknak, a kutatásnak, a gazdaságnak jó indikátor teljesítmény alapján érkezik, és hát dolgozunk a nemzetközi együttműködések erősítésében. Elérte a Milton hurrikán az Egyesült Államokat szerdán. Az ország délkeleti részén, Floridában már a hatalmas vihar érkezése előtt tornádók alakultak ki. A forgószelek jelentős károkat okoztak, több házat megsemmisítettek. A térségből földcsuszamlásokat is jelentettek. A viharok miatt százezrek maradtak áram nélkül. Elővigyázatosságból több millió ember kapott parancsot otthona elhagyására. Evakuálási parancsot adtak ki két bosznia-hercegovinai településen is az árvizek és a földcsuszamlások veszélye miatt. Jablanicát és környékét pénteken árasztotta el a víz, ami 22 ember halálát okozta. Most azonban ismét veszélyes mennyiségű csapadék várható. Megállás nélkül zúdul a víz a hegyekből az egyik boszniai falun át. Napokon át rendkívüli esőzések sújtották az ország középső részét, majd a hétvégén villámárvizek és földcsuszamlások tarolták le a Neretva völgyében fekvő településeket. Buturovics Poljecen vette el a legnagyobb veszteséget. 15 halottat gyászolnak, két további szemét pedig még mindig keresnek. A kutatás miatt haladnak lassan a helyreállítási munkálatok. A víz elmosta a félházamat, az utolsó pillanatban mentettük ki magunkat. Itt állt a szomszédom háza, de annak már az alapjait sem lehet látni, mondta egy fiatalember. A veszélyhelyzet azonban még nem múlt el. Szerdán hajnalban elrendelték az emberek kitelepítését Jablanica és Konyic településeken. 330 embernek kellett elhagyni otthonát, mert a hatóságok szerint még az előző hetinél is súlyosabb esőzésekre kell számítani. Akár 60 liter csapadék is lehullhat négyzetméterenként. A kanton vezetése szerint még mindig van olyan település, amelyet sem közúton, sem vasúton nem lehet megközelíteni. Bosznia-Hercegovinában fél árbócra eresztették a nemzeti zászlókat, és gyásznapot hirdettek a rendkívüli árvizek és a 22 ember halálát követelő tragédia miatt. A Terminátor című film zenéjére mutatták be az Egyesült Államokban az első olyan Cybertruckot, amelyet rendőri használatra vásároltak. A futurisztikus kinézetű autó a legmagasabb szintű felszerelést kapta. A gépjárművet nem járőrözéshez fogják használni, hanem vészhelyzet esetén ezzel fognak a helyszínre sietni a rendőrök. A Tesla autójával ugyanakkor nem kevés gond adódott. A különböző meghibásodások miatt a gyárnak csak októberben több mint 27 ezer járművet kellett visszahívnia. Jövő év végén kerülhet a mozikba az a film, amely a magyar katonák kabuli mentőakcióját idézi fel. A 2021-es amerikai kivonulás miatti káosz közepette a magyar honvédség több mint 500 embert menekített ki az érkező tálibok elől. Az akkori valós eseményeken alapuló, de fikciós elemeket is tartalmazó filmdráma az akció hőseinek is igyekszik emléket állítani. Lángoló autók és gépfegyveres katonák. Ezek a Kabul művelet díszletei Új-Dörögdön, ahol a filmet forgatják. A filmdráma arról a kabuli katonai mentőakcióról szól, amiben magyar katonák mentettek ki több mint 500 felnőttet és gyereket Afganisztánból 2021-ben, amikor a NATO kivonult a területről. Az alkotás a magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján a valóságon alapul, de fikciós elemekkel is átszövik. Nagyszerű és felemelő érzés részt venni. Nyilván, ami megfogott, egyrészt maga a történet, hogy egyáltalán értesülök róla, vagy hallok róla. Én nem tudtam erről a mentési akcióról, a sikerességéről. A történet 2021. augusztusában játszódik. Akkor még az amerikai hadsereg tartotta fenn a rendet az afgán fővárosban. Ám miután 24 óra alatt kivonták az összes amerikai katonát, a tálibok elfoglalták a várost és a repteret. Ebben a helyzetben érkezett a magyar felmentősereg. Egyrészt egy kollektív mentésnek, ennek a több száz embernek a kimentését próbáljuk elmesélni, és hogy a történetünk igazán átélhető legyen, ezzel párhuzamosan egy sokkal személyesebb szálon keresztül is megpróbáljuk megfogni a nézőt. Az akciófilmben érzelmeket, emberséget, felemelő és megrázó pillanatokat is igyekeznek megjeleníteni. 35. napja forgatunk, látván az eddig elkészült felvételeket, azt kell mondjam, hogy kivételes minőségű és látványosságú film készül.
Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Supermodern stúdió gyártásában, a Magyar Honvédség szakmai támogatásával, a Sárkányok Produkció Kft. És az MTVA együttműködésében készül. Ne nemzetközi stúdiók által, vagy akár külföldi alkotók által megírt forgatókönyvek jelenjenek meg. A magyar nemzet történelméről, hőstettekről és azokról a különleges eseményekről és különleges személyekről, akikre büszkék lehetünk. Magyarországon ekkora katonai témájú film nem készült az utóbbi évtizedekben ilyen komoly szakmai alapokon. Ezt a honvédelmi miniszter mondta a forgatás helyszínén. 540 főt mentettünk ki. Az ebben a misszióban részt vett állomány is beadta a tapasztalatát, az emlékeit ennek a filmnek az elkészítéséhez. Én is ismerek közülük többeket, akik ott voltak ezeken a napokon, és öregbítették a magyar katona hírnevét, leleménnyel, bátorsággal, elszántsággal, professzionalizmussal. A film a tervek szerint 2025 őszén kerül a mozikba. Ez volt a Híradó. További híreket, videókat a hiradó.hu oldalon találhatnak. Itt az M1-en most a Nemzeti Sporthíradó következik Bitman Emillel. Maradjanak velünk továbbra is.